akadályos gyerekek rajzaiból nyílt kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. Az úttörő kezdeményezés célja az, hogy megmutassa a diákok képzőművészeti oldalát is a zenei sikerek mellett. Balogné Németh Szilvia, az iskola intézmény vezetője elmondta, a kórus éneklés mellett szinte minden területen kiemelkedő eredményeket érnek el a tanulók, amire nagyon büszke. Nagyon nagy boldogság természetesen, de ugyanakkor nagyon nagy felelősség, mert azért ne felejtsük el, hogy a kutatások azt bizonyítják, hogy a kiváló tehetségeknek is körülbelül 20%-a tör utat magának, és a 80% bizony elvész. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk szülőknek is, pedagógusoknak elsősorban az a feladat, és itt a felelősség oldaláról még egyszer megerősíteném ezt a véleményemet, hogy támogassuk őket, teret adjunk, és például egy ilyen kiállítással lehet, hogy megalapozzuk későbbi érdeklődésén túl még a pályáját is a diákoknak. 48 gyerek alkotása lett kiállítva az elmúlt 6 év rajzóráin készült munkák közül, amelyeknél vegyes technikákat alkalmaztak a diákok. Én itt most leginkább a festett vagy színezett képeket hoztam el, ezért is az a kiállítás címe, hogy színeset álmodtam. Vízfesték, tempera, gyokonda, pasztel, színes ceruza, vegyes technikák, tehát bármit használhattak a gyerekek, ami éppen a kis színes belső világokat megjelentette. Nem feltétlenül mindig a valós színeket használjuk, hanem egy kicsit a mesebeli belső világképük is megjelenhet egy-egy képben. A gyerekek nagyon örültek neki, hogy egy városi szintű kiállításon jelennek meg az alkotásaik, amelyeken gyakran az állatok ábrázolása került főszerepbe. Az én rajzom az két madarat ábrázol, mint tavasszal ülnek a fán, és hát nekem nagyon tetszett ez a témakör, és én ezt szerettem volna lerajzolni. A pedagógusok szerint nagyban összefügg a zenei képzés a képzőművészettel, de a diákok szerint is hozzájárul ahhoz, hogy kreatívabb és aprólékosan kidolgozott képek szülessenek. A Kodályban kezdtem el úgy rajzolni, hogy komolyabban, és zene közben tudok jól rajzolni. Akkor jönnek meg az ötleteim, hogy mit lehetne csinálni. A tárlatot október 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Váci Mihály Kulturális Központ földszintjén az intézmény nyitvatartási idején belül.